egy csillagokkal kapcsolatos romantikus szerelmi történetet mesélnek a távoli keleten. A legenda szerint az altar csillag szegény tehénpásztor volt, a Vega csillag pedig mennyei szövőnő volt az égben. A szegény tehénpásztor és az emberek közé lejött tündér beleszeretett egymásba. Utána összeházasodtak, és gyerekük is született. De azzal, hogy halandó emberbe szeretett bele a tündér, megszegte a mennyország szabályait. Ezért visszavitték az égbe. Attól fogva a szegény tehénpásztor és a felesége pedig csak a tejút két partjáról láthatták egymást. A rendíthetetlen szerelmük végül meghatotta a mennyországot. Engedélyezték nekik, hogy minden holdév 7. hónapjának 7. napján találkozzanak. Később, minden évben, ezen az este az emberek a tejút két oldalán megkeresik az áltárt és a vegát, és jó kívánságukat adják át a két szerelmes embernek. Hosszú idő után ez a nap a Csíszi Fesztivál, vagyis a szerelmesek napja lett. A modern világban a dupla hetes ünnep a kínai Valentin nap lett, amelyen a szerelmesek kinyilvánítják egymás iránti szerelmüket. Az emberek kívánják, hogy az altár és a Vega találkozzanak az év e napján. Ugyanakkor azért is imádkoznak, hogy maguk is szerelmesek legyenek, úgy, mint az altár és a Vega. A tehénpásztor és az égi szövőlány közötti történet azt az ősi kínai mezőgazdasági kultúrát jelképezi, amelynek családjaiban a férfiak a földet művelték, a nők pedig a szövésért voltak felelősek. Ez a szegényeket és a gazdagokat nem elkülönítő őszinte szerelem megszámlálhatatlanul sok kínaira volt hatással.